Az életben, hogy sikeres legyél. Megjél bele! Ha belerögtek, nem lesz komoly. Használod kell az összes eszközödet, a fejedet, a szívedet és a fizikális testrészeidet, és azokkal együtt összpontosítani kell arra, hogy sikerüljön, amit vizualizálnod kell, hogy sikerüljön az, amit szeretnél, hogy sikerüljön. Yeah. Remélem, kedves ismeretlen barátom, mindent megértettél ebből. Most már tudod, mit kell csinálni. Tehát ugye vizualizálni kell, nem akárhogyan kell vizualizálni. A vizualizálást nem szűkítjük le csak a gondolatra, nem csak azt képzeljük el, hogy mi történjen, hanem az eredményét elképzeljük, azt át kell élni, használjuk a szívünket, és cselekedni kell hozzá, tehát valamit kell csinálni. Nagyon fontos, hogy elképzeljük, hogy mi történik, nagyon fontos, hogy nem hisszük el a másik oldal, a másik eredményt, tehát azt a sikertelenséget, azt egyszerűen nem hisszük el, kizárólag azt hisszük el, hogy ez sikerül, és ehhez cselekszünk, tehát nem logikusan dolgozunk, hanem cselekszünk, és csak abban, hogy elképzeljük, amit kell csinálni. És akkor, amikor már megtettük azt, amit meg kell tenni, akkor folyamatosan nem hisszük el, hogyha azt látjuk, hogy nem az történik, hanem folyamatosan vizualizáljuk, hogy ez sikerül, sikerül, sikerül. Amikor már tényként jön az, hogy nem sikerül, akkor sem hisszük el, hogy nem sikerül, hanem folytatjuk, és nekiállunk újból. És újból, és újból. Kétféleképpen lehet eredményt elérni. Illetve sokféleképpen, de azért két dolgot elkülönítünk egymástól, ami egymásnak szinte az ellentéte, de legalábbis az egyik más, mint a másik. Az egyik az az, hogy nyilván ügyességi feladatnak lehet vetni bármi az életben, nem ilyesmi. Az az, hogy koordináljuk magunkat, az érzékszerveinket, és figyelünk arra, hogy mit lehet csinálni, gyakorlunk, mozgás vagy bármit, és nyilván bemérjük azt, hogy mit hova kell csinálni, és megpróbáljuk megcsinálni. A másik az az, hogy mindez a rutin nem áll rendelkezésre, és ez nálatok, ez nagyjából így van. Tehát nem ezen az úton fogunk haladni. Bármilyen rutinod vagy bármit van, nem azzal kell foglalkozni, hogy mit, hogyan kell csinálni, hanem csak azt kell elképzelni, hogy a labda a lukba fog menni. És azt kell megpróbálni, ugye nem lesz látványos úgy a dolog, hogy most kinek sikerül, kinek nem. Tehát ez magadban fogod érzékelni, hogy neked sikerül vagy sem. Hogy elképzeled, hogy oda megy, nem foglalkozol semmivel, és csak abban hiszel, hogy a labda az oda megy és bemegy. És ezt a technikát kell megtanulni. Tehát, ugye nincs arról szó, hogy elgurítom a labdát, és utána a tudatommal majd irányítom a labdát, és az majd gurul, 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 ide gurul, és a tudatommal egyszer csak ide be fogom szippantani, ez nem fog sikerülni. Az fog történni egész pontosan, hogy elképzeled, hogy mi a jövő, azonosulsz ezzel a jövővel, nem foglalkozol az eredménnyel, hanem csak csinálsz valamit, de nem, tudom, megfordítjuk, azért mondtam, hogy ellentét, mert ugye azt mondom, hogy ott a luk, itt van a tudás, mert tudom, hogy hogy kell beállni, beállok, bemérem, ugye egyre nagyobb az esélyem, minél többet gyakoroltam, és akkor megpróbálom, ismerem nagyjából az erőt is, és megpróbálom oda begurítani, majdnem sikerült. Nem rossz. De ebben az esetben
Te mindent megteszel azért, hogy valami sikerüljön, és majd valahogy sikerül. A másik esetben meg az van, hogy semmit nem tudtál gyakorolni, semmit nem tudtál csinálni, nem értesz hozzá, laikus vagy, először találkozol ezzel az egész dologgal. Elképzeled, hogy mi történik a jövőben, és ez egyfajta ilyen szűzkész szerencséje technológia, és ahogy ezt elképzeled, és csak ezt hiszed el, akkor mindened úgy fog mozogni, hogy ennek megfelelően mozog, és így kapod meg az eredményt. De nem szabad elhinned, hogy nem megy be, nem szabad elhinned, hogy ez nem sikerül, hanem te csak látod azt, hogy ez sikerül. Ha nem sikerül, akkor sincs semmi baj, mert ha nem sikerül, akkor vagy valahol, és akkor az a te pozíciód. A többiek is jönnek, és kinek lesz közelebb a pozíciója. Két csapat lesz, mert kettő ütőnk van, és a két csapat is fog versenyezni egymással. Tudni annyit kell csak róla, hogy mindegy, hogy ütöd meg. Tehát csak nem kell technika. Az a lényeg, hogy csak elképzeled, és működik. Oké? Onnantól kezdve, hogy az ütő érintkezett a labdával, onnantól kezdve bármit is vizionáltál, onnantól kezdve már nem hatsz rá az egészre. Az megy a maga útján. Úgyhogy addig van neked lehetőséged bármit csinálni. Az életben ez ott jelentkezik, hogy akár vezető vagy, vizionálod magadban, hogy mit szeretnél elérni, és már az embereknek, akinek kiadod a feladatokat, ott azok magukra vannak hagyva, és neked már csak egy ilyen keresztvetésed van, hogy majd mi fog történni. De ha előtte erre fölkészültél, előtte elképzeled ezt a dolgot, mindent megtettél, ami csak létezik, akkor nagyjából minden összeállt a jövőben, minden megvan, és valamit csinálsz, és be kell menjen. Látható a különbség, amikor bemegy, mit csinálok, és amikor nem sikerül, akkor golfozom. Amikor bemegy, akkor operátor vagyok. Az életedben vezető vagy operátor. És ezt a kettőt nagyon nehéz összehozni, hogy operátor legyél, és a vezetői minőségedben látszódjon az eredmény. Na, itt van István, meg kéne mutatni a pattolást. Az én technikámmal? Igen, az én ütőmmel. Mert ő nem ilyennel játszik, úgyhogy ez neki teljesen új lesz. Ez annyira új lesz neki, mint nektek. Viszont, hogy ez egy olyan drága ütő, hogy presszelődöm. Hova? Oda. Nyomjam? Ebbe? Aha, egyszer. Wow! Ilyen egyszerű. Ugye, várjál. Már is annyit volt mellette. Nem tudja, mire gondolt közben. Most ugye egy másik technika, amit most épp az előbb elmagyaráztam nekik. Ez volt az a technika, amikor a golfozó beüti a labdát a lyukba. Most operátorként kell csinálni. Most nem méred be az egészet, hanem egyszerűen elképzeled azt, hogy a labda a lukba megy, a labda oda fog menni, és annyi lehetőséged van, oda sem nézel, tudod, hogy ott a luk, annyi lehetőség, a perifériából látod, annyi lehetőséged van, hogy odaállsz, elképzeled, hogy oda megy, ellököd, oda sem nézel, és halljuk az eredményt. Úgy, mint az előbb. Ez a torna. Jó, tehát egyáltalán nem nézel meg, hogy így van, a perifériában tudod, hogy ott van, te vizuálisan, tehát elképzeled, hogy a jövőben ez így lesz. Szuper. Okay. Ugye tök más érzés. Ugye nálunk fordítva működik, mert ő neki a golfozás megy, nekem meg a másik megy. Tehát én ugye így tudom beütni, ő meg a másik
oldalból tudja jobban bejutni. Na, ezeket kell gyakorolni. Innen látszik az, hogy van egy nagy rutin, azzal is el lehet érni eredményt, vagy van egy egyáltalán nem rutinos, abszolút ismeretlen hozzáállás, és azzal is el lehet ugyanazt az eredményt érni. A kettőt össze lehet hozni, és akkor a kettőből lesz egy nagyon-nagyon jó élet, egy nagyon jó eredmény. Mert egyébként a valóságban is így játszom a golfot, csak megnézem, de utána ugyanis elképzelem, megúl. Hát annak idején tizenvalahány éve, vagy mikor volt? Amikor kezdtük, akkor ugye ezekben volt a lényeg, hogy másképp kezdték golfozni, elképzelted, és javultak az eredmények. Felejtem azt, hogy a tollas gyakorlatot a parkettán. Igen. Kicsit. Azért azt elmondom, volt egy vonal, azt mondta Sanyi, hogy itt mászkáltok csukott szemmel, ő lerak három tollat, a sárgát kell eltalálni. Fogalmam nincs, hogy hol van. Érzésre urítja meg. Úgy telibe vágtam a sárgát, utána megcéloztuk kézzel, tehát láttuk és nem tudtuk eltalálni. Igen. De abban az expert állapotban, ugye Sanyi létrehozta, én érzékeltem, és a labda is tudta, hova kell menni. Szerintem marha érdekes volt. És egyébként ez nagyon működik az élet minden területén, úgyhogy tényleg jól lehet gyakorolni. Oké, válasszatok Lukat! És hogy kell koncentrálni? Nem így kell koncentrálni, hanem energiát kell a környezetből összeszedni, és ki kell adni abba az irányba, ahova szeretnénk az eredményt. Ki kell adni, és el kell képzelni ezeket a dolgokat. Modelleket kell építeni. És mindegy, hogy milyen bugyut a modell, mindegy, hogy hogy van. Az a lényeg, hogy az hat a környezetre, hogy eljátsszuk, hogy ott történik valami. És hogyha az egy sztori, és végigmegy a sztori, akkor végigmegy a sztori a másik oldalon is. Tehát ha modellben végigmegy, akkor ha meg állunk és csak koncentrálunk, semmi nem lesz. Meg kell előlegezni, és már úgy kell, azzal a boldogsággal kell hozzáállni az egészhez. Ha sokan vagyunk, tehát nem egy emberen múlik az egész dolog, akkor ezt közösen kell csinálni. Közösen kell összejöjjön egy sztori, egy történet, ami kifejezi azt, hogy oda koncentrálódik, a történet végkifejlete oda koncentrálódik, ahova elképzeltük az eredményt. És akkor, ha több szálon mindenki ugyanazt képzeli, akkor ez megerősíti azt, hogy itt történjen valami.